Üdvözlöm Önöket! Az év első Telena magazinjában a legérdekesebb tolnai eseményekből készítettünk egy összefoglalót. Nézzük az ajánlót! Marácziné Kovács Mária és Kovácsné Füri Margit. Többek között ők lettek a tavaly a Tolna városért kitüntető díj tulajdonosai. 2010 óta nevelőszülő a tolnai Kovácsné Pintér Erzsébet. Több száz éves technológiával készít savanyú káposztát Koncz Ádám. Nem mindennapi verseny Tolnán. Különleges sárkányhajók hasítottak a vízen. Minden a hagyományos sváb finomságról, a kertkalácsról szól Tolna Mözsön. Több mint 20 éve működik a tolnai kutyaiskola. Nem mindennapi szenvedélynek kódol a tolnai Balogh Dániel. Marácziné Kovács Mária és Kovácsné Füri Margit vehették át tavaly Tolna városért kitüntető díjat a Város napja alkalmából. Ismerjék meg őket! Széchenyi utcai lány vagyok, és a környezetemben azt hiszem megtalán Tolnán is a családunkat mindenki ismerte. Apám hajós volt, tőle kaptam azt a lelkületet, hogy a közösséghez tartozzunk, mert a hajósok összetartottak. Édesanyám gyárban dolgozott, először a textilgyárban, utána a sejemgyárban, és őt is mindenki nagyon szerette. Tőle kaptam a hitemet. Tolnára kerültem be, egy évig napköziben tanítottam, akikkel még most is együtt vagyunk, úgyhogy találkozunk havonta egyszer a volt pedagógusok a kettes számú iskolában. A mai napig is a havontai összejövetelen emlegetjük a régi szép időket, nagyon sok segítséget kaptam tőlük. A 11-ben alakult itt Tolnán a Karitász. Ez is egy közösség lett. Egy olyan közösség, amiben a hitem szerint tudok adni az embereknek jó szót, emberséget, szeretetet és mindent, ruhát, ételt, mindent. Ez ennek megválasztottak a csoport vezetésére, és akkor azóta 12 éven keresztül aktív részese voltam a csoportnak. Én nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy ebben a dologban engem támogattak, és itt vannak köztem az ünnepségen, a családomnak és a Caritas csoportnak. A tolnai Kovácsné Pintér Erzsébet 2010 óta nevelőszülő. Három saját gyermeke mellett jelenleg 5 állami gondozott fiatalt nevel. Az évek alatt már 15 csemete fordult meg a családban. Elmúlt 4 óra, vége az Ovinak és a Sulinak. A tolnai Kovács család nevelt gyerekei már alig várták, hogy hazaérjenek és megölelhessék Erzsit, vagyis anyát, ahogy a kicsik szólítják. A családban jelenleg 5 állami gondozott gyereket nevelnek, közülük a legidősebb 17, a legfiatalabb pedig még csak 4 éves. Gyerekkoromban fogalmazódott meg bennem, mert a nagymamám az
örökbefogadott egy kislányt, mi egész életében végig vele volt. Nekem azt tetszett, hogy támogatja, meg felneveli, és úgy gondoltam, ha úgy tehetném, akkor én is örökbefogadnék gyereket, hogy legyen egy példa, vagy hát segítsek rajta, hogy egy teljes értékű ember legyen. Tehát ezért én először örökbefogadó szülő lettem, és akkor utána pár évre rá nem kaptunk gyereket, és gondoltam, hogy leszek nevelőszülő. Mégiscsak segítek azoknak a gyerekeken, ha egy keveset is, de mégis támogatom, hogy az életbe elindítsák a kis útjukat. A nevelőszülőség az igazság szerint arról szól, hogy mi addig neveljük ezeket a gyerekeket, amíg a szülő helyre nem hozza a kicsi életét, és utána hazaviheti a gyerekét. Azt mondja az Orsi lányom, hogy anya, Teréz anya. Vagyis nem tudom. Tehát valamiért mindig próbálok segíteni embereken. Tehát jönnek akkor akár egy jó szóért, vagy valamiért. Mindenkivel megállok az utcán beszélgetni. Nem tudom, szerintem ez bennem van, én úgy gondolom. 2010 óta már 15 gyereket fogadtak be, hosszabb, rövidebb időre. Emellett 3 saját gyermeket is felnevelt már a tolnai asszony, sőt, bár nem is gondolnánk, de unokája is van már. A Nikim az 31, a János 24, az Erzsi meg most lesz 26. Legelőször is velük beszéltem meg ezt a dolgot, és támogatták. Tehát én úgy gondolom, hogy a saját gyerekeimnek is tudni kell az én döntéseimről, és nekik is, én úgy tudom ezt elfogadni, hogy én mi szeretnék lenni, hogyha ők is tápogatnak, és azt mondják, hogy igen. Utána jött az apa, akivel ezt megbeszéltem, de ő azt mondta, hogy tehát ő támogatja, mert nálunk ez így van, hogy a gyerekeim az állatokat hozzák haza, én meg a gyerekeket szállom, és azt mondta, nem számít. Most akkor vagy állatunk, vagy gyerek, de hát ugyanaz. A hétköznapok rendszerint korán kezdődnek, Erzsike elmondása szerint általában 5 órakor kell fel. Akkor megcsinálom a reggelit, elő van készítve a kis ruhájuk, van, amikor nekiállok, és akkor mondjuk megfőzök, és akkor úgy felöltöztet, elmegyünk óvodába, iskolába, hazajövök, akkor befejezem a takarítást. De hogyha hétvégén itthol vannak, akkor is én korábban kelek, ők később kelnek. Ott is meg szoktam főzni, és a nap többi részével velük legyek. Tehát ez, hogy kicsit előrébb hozom az én dolgaimat, hogy amikor ők fölkelnek, akkor én velük tudjak lenni, velük tudjak foglalkozni. Délután meg hétvégeken legtöbbször mindenhova megyünk kirándulni. Tehát ami létezik program, vagy kirándulás, vagy valami oda, én viszem a gyerekeket. Ez a kis fiú birodalma. Nem kell segíteni, nagy fiú lettél? Jó. Nézd, milyen nagy fiú vagyok. Jó. Hoppá! Na. Gyere. Tolna vármegye szerencsés helyzetben van, hogy számos a Kovácsékhoz hasonló szerető család fogadja be a nehéz sorsú gyermekeket. Tolna vármegye nagyon szerencsés, hogy Kovács család van, és Kovács családhoz hasonló nevelőszülők vannak áldozatunkban. Tolna vármegyébe közel 330 gyermek és fiatal nevelkedik a Szent Ágata Gyermekvédelmi Szolgáltató működtetésében. Mindegy 160-170 nevelőszülő az, aki segíti ezt a munkát, és nagyon büszkék vagyunk azokra a nevelőszülőkre, akik vállalják ezt a hivatást, ahogy Erzsike is megtette ezt 20 éveken keresztül. Természetesen vannak a nevelőszülői vállásnak különböző feltételei, személyi tárgyi feltételek, amit a jogszabály is előír, kor és egyebek. Azonban úgy azt szoktuk megfogalmazni, és az a legfontosabb alapelvünk, hogy olyan jó embereket keresünk, akik vállalják azt a hivatást, amelyben családból kiemelt, kikerült gyermekeknek a nevelését vállalják, hiszen ez egy hivatás,
2014 óta már jogviszonynak számít a hivatás, foglalkoztatás jogviszonynak is számít, tehát ez is egy szerencsés dolog. És az a legfontosabb a egyéb feltételek mellett, hogy azok az emberek, akik ezt vállalják, kitárják a szívüket, az ajtajukat azon gyerekek előtt, akik a családban nevelkedésnél fontos lenne a számukra. Nevelőszülő lehet akár egyedülálló is, és semmilyen extra feltételek nincsenek, ami teljesíthetetlen lennének, hanem azokat az embereket keressük, akik a gyerekekhez ilyen módon tudnak viszonyulni, és várják őket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nevelőszülők és a náluk lévő gyermekek biztonságban legyenek. Bármi probléma, hiszen azért ennek a nevelőszülőségnek az örömök mellett vannak azért nehézségei is, és azt szeretnénk, hogyha minden nevelőszülő és gyermek azt látná, azt érezni, hogy van mögöttük valaki. Mindig van segítség, hogyha bármilyen probléma merülne fel, akkor fordulhasson valakihez. Természetesen a legfontosabb segítő, a támasz, a nevelőszülői tanácsadó, aki heti nap, mindnapi kapcsolatban van esetenként a családdal, a gyermekekkel. Pszichológus hálózatunk van, ahol a szakemberek tudnak adekvát segítséget nyújtani, és természetesen megvan az a szakmai háttér, ami biztosítja azt, hogy a nevelő szülők és a náluk lévő gyerekek bármely probléma esetén tudjanak kihez fordulni. A mostani anyáktapja az én szerintem ott az óvónéni is, meg én is sírtam, úgyhogy nem látták a gyerekek, mert a három óvodásom, hát annak híre ment az óvodába, a selyemgyári óvodába járnak, mert anyukáról kellett írni jellemzést, és a szintim is olyan jellemzést írt, hogy anyu szőkehajú nagyon szép, nagyon szeretem, nagyon sokat süt és főz, de néha telefonozik is, és ezt tudtam, hogy a szintim. Aztán a Norbinál ugyanez volt, anya szép, meg szőkehajú, meg játszik velem, meg tévézik velem. És a Krisztiánom, aki egy kicsit egy olyan elmaradott kisfiú volt, és mindenki azt hiszi, hogy nem egy okos kisfiú, de hát ő, az is leírta anyukám, szőkehajú, nagyon szeretem, nagyon sokat süt és főz, de ha van ideje, meg ha megteheti, akkor lefekszik és odafeküdhetek melléje, tévét nézünk, mesét hallgatunk, a kertjébe paradicsomot, paprikát teszünk, hát és én így néztem, az én Krisztiánom, tényleg. És bekötötték a szemüket, és odaültettek négy anyukát minden gyereknél, és az én gyerek, hát mondom, az én nem biztos nem ismernek meg, hát meg van kötve a szemük, hát az anyá nem. Mindegyik tudta, hogy én vagyok az anyja. Én nagyon szeretek nevelőszülő lenni, én nagyon szeretem a gyerekeket. Nem azt mondom, hogy nem egy, vagy könnyű egy hivatás, de nem is nehéz. Tehát ugyanolyan, mint a saját gyerekedet nevelnéd. Tehát semmivel sem másabb ezek a gyerekek. Ugyanazok a kihívások, ugyanazok, de az az öröm az arcukon, tehát az szerintem mindent visz. Tehát amikor jön, anya, szeretsz, tehát az meg egy olyant adsz nekik, hogy egy biztonságot, és ők biztonságot szeretnek, meg piszok nagy szeretetet. Én úgy gondolom. És akiben ez megvan, az simán. Tehát lehet nevelőszülő. Én meg, aki szereti a gyerekeket, legyen is, és segítsünk más gyerekeknek, én úgy gondolom. Több száz éves technológiával készít savanyú káposztát a tolnai Koncz Ádám. Az őstermelő közel 3 évtizede vágott bele a sokak által kedvelt étel előállításába, azóta pedig tökéletesre csiszolta a technikáját. Még ilyen, ahogy körülnéznek, láthatják, hogy ilyen kőkorszaki módszerekkel készül még a káposzta.
amit arra értek, hogy még terméskövek alatt érik. Hát ha most lennék 30-40 éves, akkor nyilván ez eszembe se jutna már ilyen hagyományos módon csinálni, itt már minden automata gép lenne. Automata gépek ide vagy oda, a tolnaiak kedvenc savanyított káposztáját ma is hagyományos módszerrel készíti Koncz Ádám Bajcsi Zsilinszky utcai házánál. A jól ismert helytörténész, aki egyben a Tolnai Hírlap szerzője is, nem csak az írásban és a kutatásban jeleskedik mostanra, a környéken ő az egyedüli, aki az őseitől tanult eredeti eljárással és technológiával készít igazi, házi savanyú káposztát ezen a vidéken. A környéken minden családban volt valamikor káposztasavanyítás, minden paraszti gazdaságnak, paraszti udvarnak, paraszti konyhának része volt a saját hordóban érlelt savanyú káposztája. Hát körülbelül ebből nőtt ki ez a technológia is. Családi gazdaság vagyunk, hogy a család is besegít, meg vannak barátaim, akik ha eljönnek akkor, amikor ilyen munka van. Ez a nagymamám receptje szerint készül ez a káposzta, nincs benne semmi faxni. Technológia se titkos, só van benne, bors van benne, babérlevél van benne, és szeletelt fűszerpaprika. A szeletelt fűszerpaprikának különösebb jelentősége nincs, az íz nem sokat ad hozzá, attól csak szép és piacos lesz az áru. Ezek a kövek azóta vannak itt, mióta káposztával foglalkozom, vagyis 28 éve egész pontosan, 1995-ben kezdtem. Nekem amúgy kertész a szakmám, a végzettségem, kertész üzemmérnök vagyok, de főállásban sose voltam, tehát főállású kertész sose tudtam lenni, bár mindig ez volt a vágyam, hogy ebből éljek meg. Ádám a káposzta előtt különböző kultúrnövényekkel, majd szántóföldi termesztéssel is foglalkozott. Végül a saját maga által, a nagyszülőktől ellesett módszerek alapján készített savanyú káposztában találta meg azt, amiben igazán kamatoztatni tudja a tudását. Sok helyen megnéztem a gyalogépeket, nekem is volt egy kisebb, és akkor elhatároztam, hogy csinálok egy nagyobb gyalogépet. A kést, az a lelke, a titka a gyalónak, azt úgy gyártattam le vecsésen. Magát a szerkezetet hozzá felépítményt pedig a Lelovics Laci lakatos barátom készítette. Sok leleményesség kellett hozzá, hogy működjön ez a dolog, hogy mekkora égszíj legyen rajta, milyen fordulattal menjen. Hát úgy hoztuk össze, hogy például az égszíjtárcsa egy Klász Dominátor kombájról van leszedve, ma már nem működő rozsdásodó kombájnak az alkatrésze volt, amit onnan szedtünk le. De hát működik ezzel. 6 mázsa káposztát tudunk óránként legyalulni, hogyha megy a munka. Ádám azt mondja, régen szinte minden háznál folytattak káposztasavanyítást a helyiek, mostanra viszont ez a szokás elhalt. Korábban, főleg akkor, amikor bejöttek a felvidékiek ide a svábok kitelepítése után, ők egy fejlett kertészkultúrát hoztak magukkal, és a savanyú káposztás is magas szinten, a káposztaeltevést is magas szinten gyakorolták. Sokat tanultam tőlük, például a Pintér Árpád bácsitól, aki tolnai volt, vagy az Atkáriaktól, Mözsön, sokat lehetett tanulni. Tolnán már nemigen foglalkoznak ezzel. Ebben a savanyítóban minden feldolgozott káposzta Ádám saját földjéről származik. A folyamat, aminek a végterméke, ez a magvetéssel kezdődik, ami április 2. felében történik meg minden évben. Júniusnál előbb nem palántázok káposztát, mert számomra nem érték a koraiság. Sőt, az a kívánatos, ha minél tovább lábon tudom tartani a káposztát. A Koncz Ádám féle savanyított káposzta, tehát minden falatjában igazolhatóan Tolnáról származik. A szakértő őstermelő kizárólag magról vet, csakis a saját területén. A betakarítás ősszel kezdődik. Akkortájt gyakran előfordul, hogy a kis családi gazdaság tagjai 2-3 nap alatt akár 20 mázsa nyers növényt is feldolgoznak. Teljesen hagyományos kézi munkaerővel történik még minden. Kézzel palántázunk, kézzel ültetünk. Utána 3-szor, de inkább 4-szer megkapáljuk a tenyészidő folyamán, és hát valamikor szeptemberben elkezdődik a káposztaszület, ami a fagyokig, decemberig eltart. Itt van az a gép, amit én terveztem már, a tárcsáját vecsésen gyártottam le, az a lelke ennek a gépnek, az egy 6 késes gép, viszonylag nagy teljesítményű, saváló acélból van és borotva éles. A
Az XI tárcsája egy Class Dominator kombány, XI-ja volt rajta, az alépítményt pedig egy lakatos barátom, a Lelovics Laci készítette. Ezt a tárcsát érdemes megnézni, mert ez a lelke. A tolnai koncféle savanyított káposzta készítésekor kizárólag a gyarulás történik képesítve. Amint viszont az hallható volt, a berendezést is Ádám maga tervezte. A boltokban kapható savanyú káposzta, most nem akarok neveket mondani, hogy honnan jönnek ezek az a káposzták, ezeknek a nagy része már nem esik át a tejsavas erjedésen. Tehát ezeket már vegyszerre savanyítják. Ezért is nem vagyok versenyképes a piacon azzal a káposztával, ami egy nap alatt készül el, szemben az enyémével, az enyémmel, aminek kell ilyen téli időben 3 hét, mire megsavanyodik. Tehát kihagyják a tejsavas erjedést, valamilyen vegyszerrel savanyítják, és készen van az, hogy nem szép sárga, hogy vastagra van szeletelve, nincs meg az az étrendi hatása, amit a tejsavas erjedés pozitíven befolyásol az ember számára. A bélflórának nagyon jó a savanyú káposzta tejsav tartalma. Ezt ezek a termékek, amik a boltban kaphatók, főleg a csomagolt káposzták, amik kilósan vannak kiszerelve, azok ráadásban tele vannak még tartósítószerrel is. Ádám gondos munkájával, a hagyományokat tiszteletben tartó technológiával készített káposztáját nem csak Tolnán ismerik. Rendszeres vevői között szekszárdi üzletek is fellelhetőek. Sőt, ha a sárgalábúak hazájába székelyföldi vendégek érkeznek, ők is betérnek ide, hogy a finom ételből vásároljanak. Rátalálnak arra az ízre, amit a savanyú káposztáról elképzeltek, amit a nagymamájuk vagy az édesanyjuk csinált még egyszer. Ezt keresik benne, és ezt találják meg. Hát a fegyelmezett technológia eredménye az, hogy minden káposzta homogén, hogy nincs olyan, hogy egyszer ilyen káposztát veszünk, egyszer olyat. A fajtáim is, amit termesztük, azok is beálltak már. Tudom most már, hogy milyen kell. Ez egy hosszú folyamat, mire az ember ezt mind kitapasztalja, és nagyon sokat tanul az ember a saját kárán. Hát nem mondom meg maguknak, hogy hány hordó káposztát vittem ki ide a rajcsúrba, a legelőre a birkáknak, mire azt tudtam mondani, hogy na, ez most olyan, amilyet én elképzelek, amilyet bevállalok. Ennek viszont már közel 3 évtizede. A koncféle savanyított káposzta pedig Tolna környékén egyre többek kedvence. Nem mindennapi versenynek lehettek szemtanúi azok, akik ellátogattak szombaton a tolnai Altaripa szabadidőparkba. Futamonként 40 ember küzdött meg egymással különleges sárkányhajókon nevezve. A Lapátolna Sárkányhajó Klub által szervezett megmérettetésre számos gyerek is felnőtt jelentkezett. Az így szerveződött baráti társaságok, cégek csapatainak lelkes szurkolótábor nyújtott segítséget a partról, ezáltal is fokozva a már amúgy is izgalmas verseny hangulatát. Harmadik alkalommal rendeztük meg a Lapátolna napot. Célunk az, hogy népszerűsítsük a sárkányhajózást, illetve hogy tagokat toborozzunk. Sajnos elég kevesen vagyunk az egyesületbe, és reméljük, hogy akinek megtetszik ez a sportág, akkor szívesen jön hozzánk és szívesen csatlakozik. 18-ban rendeztük meg először, nagy sikere volt, erre hát a következő évben is úgy gondoltuk, hogy megrendezésre kerül. Sajnos utána ugye a pandémia miatt ez elmaradt, nem tudtuk megrendezni, de most ezt pótoljuk, és nagy örömünkre elég sok csapat jelentkezett. Diákok és felnőttek között hirdettük meg a versenyt.
5 diákcsapatunk van, jól egy Szekszárdról, illetve jött egy diákcsapat Dombóváról. A Kínából származó több mint 2000 éves múltra visszatekintő evezés Európában csak a 80-as években kezdett népszerűvé válni. Az azóta eltelt idő alatt viszont egyre több sportoló választotta ezt a mozgásformát. Kevesen tudják, hogy a sárkányhajózás a világon a második helyen áll a sportágak a tűzők számának versenyében. Nem véletlenül, hiszen gyorsan elsajátítható, biztonságos. A dobosatta ritmusra, egy célért evező embereknek pedig felejthetetlen élményt ad. A sárkányhajózásról azt kell tudni, hogy ez hát egyrészt nagyon jó csapatépítő sportág, úszástudást nem igényel, ugyanis az egyik legstabilabb hajóról beszélünk. 16-20 fős legénysége van, egy dobos, illetve egy kormányos, tehát a maximum az 20 evezős, és egymás mellett ülve a padon egy irányba eveznek, tehát tulajdonképpen ez két labdarúgó csapatnyi legénységet jelent. Az egyesület 2006-ban alakult paksi, bajai és tolnai legénységgel. 2016 óta viselik a Lapátolna klub nevet. A tolnai kajakházban hetente kétszer tartanak edzést, ahol szívesen látják az evezés iránt érdeklődőket. Egyébként ehhez a mozgásformáshoz úszástudás sem szükséges, ugyanis ezek a legstabilabb hajók. Aki nem tud úszni, annak pedig biztosítanak mentő mellényt. Mindenkit biztatok, hogy szeretettel várjuk. Szabadidős csapat vagyunk jó részt. Fesztiválokra megyünk, szabadidős versenyek, amikor vannak, akkor azokon igyekszünk részt venni. De aki komolyabban szeretné űzni ezt a sportot, lehetőség van fejlődni. Tehát szorgalommal, kitartással, akár leigazoltként is tud versenyezni. Ezáltal külföldre is ki tud jutni, Európa-bajnokságra, világbajnokságra akár. A szabadidőparkban rengetegen látogattak ki ezen a napon. Az élvezetes verseny mellett a jó idő is hozzájárult a családok, baráti társaságok kikapcsolódásához. Egyébként a Tolnai Egyesület még számos érdekes programmal várja a nyár folyamán az érdeklődőket. Most pedig nézzük, mit ajánlunk még műsorunk hátralévő részében. Minden a hagyományos sváb finomságokról, a keltkalácsról szól Tolnamözsön. Több mint 20 éve működik a tolnai kutyaiskola. Nem mindennapi szenvedélynek hódol a tolnai Balogh Dániel. Minden a hagyományos sváb finomságról, a keltkalácsról szól Tolnamözsön. A település részen ugyanis 7. alkalommal rendezték meg az ételt ünneplő fesztivált. Vasárnap délután a rég nem látott ismerősök újra találkozhattak, és egy finom kelkaláccsal a kezükben megnézhették a Mözsi Zöldkert óvoda táncsoportja, a Vosinszky Móra általános iskola tanulói, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara, a Tolnai Német Baráti Kör kórusa, a Paksi Német Nemzetiségi Táncsoport és a Papper Duo műsorát. A civil szervezetek adományt gyűjthetnek, kelt süteményeket, helyi sajátosságokat, specialitásokat sütnek, és ezeket kínálják a látogatóknak. Áldjon meg mindenkit a Jóisten, aki keltésztát készít, hiszen azokat a kezeket, amik a mindennapi kenyeret, a mindennapi kalácsot készítik, én azt gondolom, hogy a legnagyobb tisztelet kell, hogy övezze.
A rendezvény főszereplője a Kert Kalács volt. Néhány évvel ezelőtt azzal a céllal hoztuk létre ezt a rendezvényt, hogy újra tért hódítsanak a kelttészták, a kelt kalácsok. Nagy hagyománya volt itt a faluba. Minden ünnepen, minden nagyobb rendezvényre, ha nekik volt lakodalom, bármi, a kelt kalács nem elmaradhatatlan volt. Nagyon sokszor megsütötték hétközben is, de hétvégén biztos, hogy volt kelt kalács az asztalon. Tehát sokkal nagyobb díja volt, vagy hogy mondjam, sokkal nagyobb, értékesebb volt, mint a mai világban. És szerettük volna, hogy ezek újra visszakerülnek a családi konyhákba. Mezsi németek az anyakönyvi bejegyzésekben először 1727. március 7-én jelentek meg Németország különböző területeiről. A betelepítések után Mözsön a németség alkotta a lakosság többségét. Az első és a második világháború a mözsi németek közül is tömegesen szedte áldozatait. Az 1945-ös Potsdami konferenciát követően 1946-47-ben Mözsön is végrehajtották a ki- és a betelepítést. A németek egy része itt maradt, bújdosott az 1949-es rehabilitációig. Ők és az utódaik alkotják a mai mözsi németség magját. Hagyományaik ápolását a Német Nemzetiségi Klub vállalta fel. A klub 1991 óta működik, céljuk, hogy értékmegőrző munkát végezzenek. A fesztivál sokkal inkább a régi hagyományokról, az összetartozásról szólt. Ahogy a polgármester elmondta, a kalácskészítés szeretet nélkül nem megy. Ahogy a rendezvény sem jöhetett volna létre, a közösség összetartó ereje nélkül. Többfajta apropója van ennek a rendezvények. Nyilván kulturális rendezvény, hiszen a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében német csoportok lépnek fel tánccal, dallal, zenével. A másik pedig a kelt kalács, amiről amikor a mai napra készültem, akkor nekem az jutott eszembe, hogy a kelt kalács talán az az egyetlen, ami szeretet nélkül nem megy. Tehát a kelt kalács az, ami gondoskodást igényel. Aminél nem mindegy, hogy milyen lisztből csináljuk, milyen hozzávalókból csináljuk, aztán babusgatjuk, betakarjuk, óvjuk a hidegtől, a melegtől, tölthetjük bármivel, és gyakorlatilag minden alkalomra készítünk kelt kalácsot. A hagyományokat főként népdaloggyűjtésével, tánccal és a helyi gasztronómiával tartják fent. A mözsi viselet, melyben a klub elnöke is látható, páratlan. Mözsön mindenki ezt a népviseletet hordta. A németek voltak többségben, és amikor mi megalakítottuk a klubunkat, gondolom, hogy talán azért terjedt el az a dolog, hogy sváb viselet, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem sváb viselet, ez egy mözsi viselet. Az érdeklődők a hagyományos diós, mákos kalácsokon kívül megkóstolhattak továbbá még víslispárnát, szilvás mákos, sajtos, illetve túros édességeket is. A sütemények vásárlásával a helyi civil szervezeteket támogathatták. Normál keltészta, egy kicsit lazább keltészta, belenyújtom ugye a tepsibe, és akkor a szilva az hát tavalyi termés, a fagyba le volt fagyasztva, de előtte, mielőtt lefagyasztottam, hogy meggyantottam kicsit, tehát megfőztem, és most kivettük a fagyból, kiengedett, nyújtottam a tésztát, egy pici só, zsír, pici mákot rászorok, utána rá a szilvát, és a tetejére ismét a cukrozott mákot, és ezek a fehérek, ez pedig ilyen jégcukor, ez ilyen kis mutatós rajta. A kalács elkészítéséhez jó munkát kívánunk! Az elmúlt 23 év alatt rengeteg kutya fordult meg Kaiser János, a Tolnai Kutyaiskola vezetőjének keze alatt. A csoport célja, hogy a négylábú szocializálódjon, megtanulja az alapengedelmességi szabályokat, illetve hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot az ebb és gazdája között. Kétféle ember létezik, a kutyás és nem kutyás. Köztük mindig lesz egy kisebb ellentét, és feltehetően soha nem fogják megérteni egymást. Kaiser János az előbbi csoportba tartozik, ő elképzelhetetlennek tartja, hogy ne legyen négylábú a családban. A Tolnai Kutyasulit, amely a vásártéri sporttelep mellett kapott helyet, már 1999 óta vezeti. Hátra! Nagyon jó! Futólépés! Lassú, egy picit majd a távolságot, Anikó, nyissatok errefele, mert nagyon közel vagytok már. Jó, rendes lépés.
Hátra arc. A kutyasuliban egyébként több csoport is működik, köztük haladók, középhaladók és óvisok. Van olyan, aki most került fel a haladó csoportba, azért volt a segítség a hosszú pórázzal, hogy ne tudjam még kihágni a szabályok alól. Először az alapengedelmességi szabályokat kell megtanulni, amit minden kutyának fajtától függetlenül el kell sajátítania. Ilyen a behívhatóság, közlekedés láb mellett, helyben maradás ülve, fekve, megfelelő viselkedés fajtársakkal, közömbös magatartás emberekkel. Az, hogy ne húzzon a pórázon, és általában az itt résztvevőknek a nagy része szinte ezzel megelégszik. Tehát, hogy láb mellett tudjon közlekedni, ne húzzon, ne essen szét, amikor másik kutyát lát. Ezért vannak ezek a helyben maradási gyakorlatok, egész közel egymáshoz a kutya. Akkor is oda kell neki figyelni, de nem mehet oda. Nagyon szeretne ő elmenni játszani, de nem. Most nem szabad. Aztán van, amikor végeztünk, akkor van egy közös játék, amiben kiélhetik magukat. Fontos az, hogy a vezethetőség meglegyen, és ez általában ezzel megelégszenek. Aki ennél többre vágyik, az pedig a különböző munkavizsga fokozatokat elsajátítja, majd a Lukasi Gábor barátom be fogja mutatni, ő egy egyes vizsgát tett kutya, most a kettesre készül. Ez három ágazatú vizsga, van egy nyomkövetés, egy fegyelmező része, meg egy őrzővédő. Tehát ez a három együttes gyakorlat adja ki a nemzetközi munkavizsga feladatok, megvan egy sor, amit el kell végezni, vagy meg kell csinálni különböző szinteken, 1-es, 2-es és 3-as, tehát azon belül, tehát attól függ, hogy milyen szinten és milyen ágazat. Tehát a három ágazat van, és a három különböző szín. És hogy számít a kutyafajtája a tanulás szempontjából? Természetesen egy magasabb szintű vizsgához már általában egy jó idegrendszerű, jó mentalitású kutya szükséges. Ezek az alap engedelmességi dolgokat, ezt elvileg bármilyen fajta kutyával elvégezhető. Ezért mondtam, hogy a végén fogunk csinálni egy vizsga bemutatót, ahol egy kis tacskókeverék, meg egy mudi fog együtt dolgozni. Ennek ez is úgy áll fel, hogy ketten bemennek a pályára, a kutyának azonosítani kell, tehát le kell olvasni a csipszámát, utána az egyik kutya elmegy helyben maradni, a másik bent dolgozik a pályán. Meg az adott vizsga gyakorlatot bemutatja, és utána meg cserélnek. Tehát annak a kifektetett kutyának addig ott kell maradnia, a gazdinak el kell távolodni tőle 30 méterre, hátat fordítani, tehát nem kommunikálhat a kutyával, hanem meg kell neki várni, még véget. És utána pedig cserélnek a kettőt. Tehát ez lenne az, ami az átlagnak az igénye, tehát hogy ilyen szintre eljusson, hogy kezelhető, jól vezethető kutya legyen. Sok gazdi menhelyről hozza el a kedvencét, a szakértő azt mondja, ez sem befolyásoló tényező. Nem szükséges, hogy fajtiszta kutya legyen, bármilyen kutya, nem azt mondtam, hogy bármilyen feladatra, de az alapfeladatok ellátására alkalmas, vagy alkalmasra tehető sok munkával, sok gyakorlással, meg egy kis érzékkel. 23 év alatt rengeteg kutya fordult meg János kezei alatt, azt mondja, a kiképzés mottója a pozitív megerősítés. Ha a sikerrel jártunk, jöhet a jutalmazás élelem vagy játék formájában. Különböző helyekig kipróbálva kaptuk meg 99-ben ezt a helyet, és azóta kis lépésenként próbálunk előre haladni mindig, és most hál' Isten van nagyon ügyes két segítő, Molnár Krisztina és a Lednecki Merci,
fiatalabbak lényegesen ők csinálják az ovit és a középhaladott csoportokat, a haladott pedig általában én szoktam vezényelni, de közös a munka megosztás. Az örök dilemma, hogy kire hallgat a kutya, csak a gazdájára vagy másra is? Egyformán nem tud átállni, de van itt is olyan kutya, többek közt a vizsla is, akivel épp most a feleség jött, múlt héten a férj volt. Tehát az alap dolgokat annak is meg kell tenni. Sőt, az a szerencsés, hogyha otthon is egyforma követelmény van mindenki részéről. Kutya azzal nem tud mit kezdeni, hogy az egyik családtag megengedő, a másik pedig nem. Tehát ez tehát mindenkitől azonos hozzáállás, mentalitást várható el, akkor tudja a kutya a megfelelő szabályokat betartani. És nagyon fontos, hogy a rendszer legyen, meg a szabályok meg legyenek. Tehát minden esetben, ugyanúgy, mint elvileg a gyereknevelésnél, ott is megvan a rendszer, hogy mit szabad, mit nem szabad, és azt mindenkitől azonos módon meg kell követelni, vagy el kell érni, hogy ez megvalósuljon. Természetesen vannak versenyek, bemutatók is, amelyeken nagy örömmel vesznek részt a kutyasulisok. Most volt egyébként május 24-én volt egy országosan meghitetett verseny, ahova lehetett nevezni, itt különböző szinteken, és elvileg az ország bármelyik részéből jöhetnek. Most korábban ennek elég nagy, hogy mondjam, nagy hagyománya volt, hét alkalommal rendeztek úgynevezett tolnakupát, amit most elkezdtünk újra felújítani, de volt olyan verseny, ahol 32 nevező volt. Focipálya nagyságú területnek kell lennie, ahol a különböző eszközök kiférnek, és itt elsősorban az őrzővédő tevékenységnél ki kell tenni a 6 darab fürgészpalánkot, ami 15 méter távolságra van egymástól, ami helyigényes. A többi ez elvileg kisebb pályán is, de ez a standard. Tehát egy nagy országos vizsga megrendezéséhez legalább focipálya méretű területre van szükség. Az elmúlt években rendkívül népszerű lett a terápiás kutyák alkalmazása. Utóbbi olyan négylábú, akit arra képeztek ki, hogy vidámságot, vigaszt és szeretetet nyújtson. A terápiás kutyafajták olyan gyermekeknek is segíthetnek, akik autizmussal vagy különböző tanulási nehézségekkel küzdenek. Nagyon nyugodt idegrendszerű kutyáról beszélünk, aki az ember közelségét élvezi, és hogy mondjam, egy jó érzéssel tölti el akit bevonják a terápiába. Tavaly volt egy fórumunk, ahol részt vettek a szexádi terápiás kutyások, ott is nagyon szépen meg. És akár sérült gyerekekről van szó, akár csak a gyerekekről, tehát az, hogy megmaradjon a kutya és a gyerek közti kommunikáció. Tehát nem tanulja meg azt, hogy nem minden kutyát harap. Nagyon, nagyon fontos, és mindenkinek szeretném figyelmébe ajánlani, hogyha kutyással találkozik, akkor mindenképpen a szülő kérdezze meg, vagy a gyerek kérdezze meg a kutyát vezetőtől, hogy meg szabad-e simogatni. És soha ne nyúljon rá, hanem vagy hagyja, hogy a kutya vegye fel a kapcsolatot, tehát oda megy, megszagolja, és onnan már viszonylag egyenes az út, mert ha ő kommunikál, oda akar menni, akkor lehet hagyni, engedni, ha nem, akkor tehát lényeg az, hogy mindig megkérdezni a gazdit, hogy szabad-e a kutyát megsimogatni. Mindenkinek felelősséggel tudni kell azt, hogy éppen az adott kutyája, mert lehet, hogy van, amelyik nem szereti, hogy nagyon simbó volt, legfőleg idegen, akkor azt el kell tudni fogadni, hogy nem szabad
a kutyust megsimogatni. Azok, akik szeretnék, hogy a család házi kedvence tanuljon, szocializálódjon, nekik a hét szinten mindennapján lehetőségük van csatlakozni a tolnai csoporthoz. Többek között őrzővédő, agility és különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Nem mellesleg egy jó hangulatú, baráti közösséghez tartozhatnak. Nem mindennapi szenvedélynek hódol a tolnai Balogh Dániel. A fiatal férfi élhal a múlt század első feléből származó járművekért és motorokért. Annyira, hogy mostanra komoly gyűjteményt tudhat magáénak, amit most nekünk is megmutatott. Ennek megvan az összes papírja, a német eredeti forgalmia megvan, utána a német veterán forgalmia, mert ez 70-ben már ott veteránnak vették, ott nem kellett utána rá műszaki, meg ilyesmi. Akkor meg van egy könyv, amit írt az öreg, akié volt, mindenfélét leírt az autóról, és ez úgy került Magyarországra, hogy ez fönn van amúgy a YouTube-on, amikor megtalálják ilyen fiatal srácok, és akkor egy ilyen öregektől húzzák ki egy fészerből, de ők ilyen kereskedők, és akkor volt egy árverés, ott vette barátom, akkor a motorja széje volt szedve, vagy ők szedték szét, ezt nem tudom, és akkor ő filmeztette ezt egy pár évig, és volt egy ilyen csereüzletünk valami, és akkor került ide ez az autó, akkor én megcsináltam a motorját, összeraktam, meg ilyesmi, ami széje volt, teljes üzemképes, ezzel most pénteken is fogunk menni ide az önkormányzathoz kiállítani. Egy 1935-ben már a nácikori Németországban gyártott Adler típusú automatuzsálem az egyik büszkesége Balogh Dániel gépparkjának. A fiatal tolnai gyűjtő ezt a kocsit eredeti papírokkal szerezte be, miután az első tulaja több mint 50 évig birtokolta. Lábbal kell indítani, ez lábpedállal indul. Ki persze, csak ez mindig becsukódik. Igen, ez lábpedállal indul, kormányváltós, ez érdekes módon négysebességes, mert ebből az időből majdnem minden három sebességes volt. A kisfiam szokott játszani benne. És ez mikor? Ez 35-ös. És ez a sportverzió, az még nagyon ritka, hogy egész más a hátulja. Lóerőben amúgy ugyanaz, csak más a fülkének a hátulja. Ez egy Ambi-Boot karosszéria, mert az Adlerhoz három helyen gyártotta a karosszériát, ezt az Ambi-Boot cég csinálta. Dani minden gyűjt, amit motorhajt, legyen az négy vagy kétkerekű. A gyakran roncsként papírvékonyságúra rohadt kasznikat maga újítja fel, de ugyanígy tesz a teljes futóművel, váltóval és motorral is. Ezt leginkább versenyzésre használták, mert nagyon megelőzte a korát. Már egybe van a motor, meg a váltó, nem külön van. 400 köbcentis és 16 lóerő körül van, ez kegyetlenül megy ez a motor, és négy ütemű. Ez a luxus kivitel amúgy, vászszám alapján, meg kintről lekértük az adatokat. Ebből elvileg a 400-ból 800 darab készült, és abból most 3 vagy 400 volt a luxus, és ez azok közül az egyik. Ez nagyon komoly. Ez egy ilyen kikönyörgött motor, nem akarok nevet mondani, de az országban egyik barátomnak van a legnagyobb motorkerékpár gyűjteménye, és ő neki ez már nem volt izgalmas, és nagyon régóta szerettem volna négy ütemű motor, csak a pénz úgy nem nagyon jött össze, és egyszer nem voltunk nála más ügyből, és azt mondja, Danika, vidd el a zsilettet, és akkor mondott rá egy olyan árat, hogy az nekem jó legyen. Úgyhogy igazából félig ajándék volt. És akkor ez meg lett csinálva, mert ez nagyon gatya volt, meg össze is volt törve az eleje. De jó lett a motor. Ez 8 éve volt, vagy 9 éve. Szoktunk vele motorozni. Itt van a Triumph, ez a, hát úgy a kedvencünk, hogy barátnémet tudom vinni vele, úgyhogy ez nagyon tetszik mindenkinek. Meg ez két ütemű, tök jó lehet vele motorozni. Meg furcsa, hogy bal oldalt van a fék, de meg lehet szokni. És ez német Triumph, ez nem angol, hanem ezt a németek Nürnbergbe gyártották. És ez még érdekes, mert ez Pesten be volt falazva egy padláson amúgy. Ez a motorkerékpár, igen, ezt úgy találtak meg, és aki elrakta oda, az tudta, hogy sokáig ott lesz, mert ki volt takarítva a tank is, karburátor is, meg le volt zsírozva a gyújtás. Úgyhogy ez így néz ki, de ezen világítástól elkezdve minden működik. A barátom festette le tavaly előtt nyáron, én kilakatoltam, ki lett a faváz mindenhol pótolva, akkor az alja az teljesen újra lett építve. Igazából minden meg lett rajta csinálva, az összes csapágyúj, a függőcsapszegek, a fékpofák, a mindenféle. Érdekes, mert elő egyáltalán nincsen fék rajta, ezen csak hátul van fék, meg a hátsó két dob, az a kézifék és a kardánfék, a lábfék. Meg az az érdekes, hogy középen van a gázpedál, kicsit fura vele menni. A gumit szerencsére nem kellett venni, mert ennek 170 valahány ezer darabja. A Michelin gyártja.
mert az ötödik gumis volt, aki lemerte venni a felnyírő, mert senki nem mert hozzányúlni, mert olyan fajta a felnyi, hogy nem olyan, mint a modernek, nem lehet benyomni, hogy kisebb legyen, hanem csak egy ilyen kis luk van, ahol ki kell piszkálni, és mindenki félt, hogy elszakítja, mert ugye mondtam, hogy úgy kéne dolgozzunk, hogy nem szeretnék venni rá másik gumit. Hála Isten, ezekkel a gumikkal jött, és jó. A belsőre viszont arra 2 hónapot vártunk körülbelül, valami cross-motor élet jó bele, de már a 8. lett talán be próbálva, azt meg Szekszárdon csinálták. Amint a képeken látszik, Dani nem csak a régi járművekért rajong, mindent imád, amiben motor van. Ez a régi, egykor fagőzzel hajtott hatalmas erőgép például egykoron egymaga működtetett egy egész malmot. Erre elment 30 nap, hogy készen volt, és nem indult el, és nem jöttünk rá, hogy miért nem indul el. Kellett egy 30 nap. Barátom átjött Bajáról, ő is nagyon képben van, így egy páran vagyunk az országban, akik talán itt többet csinálunk, és akkor elindult hazafelé, az M9-esnél volt, amikor beugrott, hogy mi lehet a baj, és akkor már hívtam, már is indult a motor. Tűhöltöttem csajomnak, gyere, mondom, megy a motor, mert bemosogatott, és lett is egy videó, csak nem látszik semmi, mert hatalmas füst volt, de akkor indult el először. Mert ezek alacsony feszültségű gyújtások, ez csak 4 voltot csinál, és ennél még van egy megszakító hengerfejbe, ami hogyha ez itt elfordul, ez egy ívet húz közte, és ezt is nagyon komoly beállítani, hogy erre szokott talán a legtöbb idő elmenni. Mennyi munkaóra volt ez? Hogy kell ezt elképzelni? Hát olyan 6 hónap, hétvégén úgy telibe, hétköznap meg ilyen napi 4 órával körülbelül. Meg olyan 20-szor Pestre menni, meg az éjjenek. Meg. Hát Pestre 20-szor mentünk körülbelül, mert volt egy fogaskerék, amit még az előző tulaj előtt valaki lelopott róla, és az egy nagyon extrém fogaskerék, és nem tudták sehol legyártani. És akkor azt mi előesztergáltuk, és Pesten csak fogaszták, csak nagyon sokszor föl kellett menni, mert nem akart összeérni a dolog, meg még a dugattyúgyűrű, ami nagyon extrás, mert ezen ilyen hatalmas, ilyet nem lehet vásárolni. Ezt mi szoktuk legyártani. Azt titok, hogy miből. Én 10-11 évesen akkor már gyűjtögettem, amit lehetett, és akkor 13-14 éves koromban akkor már volt 7-8 motorkerékpárom, akkor azokat csinálgattuk. Akkor 14 éves volt, amikor volt egy ilyen kiállítás Tolnán, ott már volt 6 vagy 7 motorom, amit én csináltam meg. És akkor volt egy szünet, mert ugye kellett műhelyt csinálni, arra elment egy 10 évem körülbelül, és akkor ami maradt az előtről, mert sok minden azért megmaradt, meg utána azért elkezdtek jönni, meg hála Istennek, hogy így fiatal vagyok nagyon ebbe a körbe, vagy avval szerintem 70 fölötti, így csíptek engem, hogy el tudom ezeket indítani, és sokszor előnyt élveztünk a megvásárlásra. Meg van egy ilyen benzinlámpa gyűjteményem, egy 100 darab van körülbelül 2 szekrénybe. Ezt motorokat is melegítettek vele, meg forrasztásra is használták. De nagyon régi ilyen izzócsöves motorokat, meg izzófejes dízeleket melegítettek a nagyobb méretűekkel. Ezt föl kell tölteni benzinnel, begyújtani a tetejét, és hogyha eléri az üzemi hőfokot, föl kell pumpálni, akkor egy szúrólángot ad. Ez ilyen szerintem 1000 fok fölött tud dolgozni, mert a Hoffer az 800 foktól indul, és a nagyokkal szoktuk a Hoffert melegíteni. Mindig régi gyertyával megyünk. Szerencsére nem egyáltalán nem olyan fogytán így gyertyaterébe. Van olyan motor, hogy 10-et rakjuk be, mert az lesz a jó, mert csak annyi baj van, de azután az jó lesz. Hát ilyennel baj nem szokott lenni. Dani garázsában, ami fölött a lakásukat is kialakította, mostanra több mint 50 motor és jármű található. Ezek nagy részét saját kezével újította fel. De például ez is nagyon vagány, ez egy francia motor, vagy 11 vagy 12-ből, most ezt így nem tudom fejből. Ez meg szinte új állapotban megmaradt, mert láttam belülről, semmi kopás nincsen rajta, semmi extra, és ezt a fajtát, amin ez a kezdetleges karburátor van, nem is tudunk még egy ilyenről, hogy nem nagyon találkoztunk vele. De a francia motorokat valami sokan nem szeretik, biztos azért, mert nincsen nekik, és akkor le tudják szólni, hogy nem német. Én nagyon szeretem a franciát. Nem mostaniban, hanem régiben, mert nagyon komoly újítások voltak, meg nagyon extrém ötletek. Nekem ez nagyon tetszik. Az is egy francia motor, ez a Bernard, ez 11-ből való motor.
ezen is annyira komoly hűtő van részből, itt kell vízzel föltölteni, keringetni, ott van hűtőventilátor, hogy mi nálunk itt nem nagyon volt ilyen gyárt, hogy ment a spórolás, és csak öntvényvas volt a franciában, nagyon sok a rézalkatrész, hogy szépek legyenek. Tolnatáj Televízió munkatársai nevében boldog új esztendőt kívánok minden kedves nézőnknek. Az év hátralévő részében is tartsanak velünk. Viszontlátásra!